Adventi állatsimogatóval köszöntötte az ünnepi időszakot a Baross Gábor telepi Csemeteker tagovoda. A téli szünet kezdete előtt ezzel a rendhagyó programmal búcsúztatták az évet az intézményben. Az állatok jelenléte ez nagyon segíti a gyerekeknek a fejlesztését, fejlődését. Ezért is nagyon örülünk, hogy például az óvodánkban is van kutyaterápiás gyógypedagógus, aki foglalkozik állatok segítségével a gyerekekkel, és azért is szeretnénk így az állatokat kicsit becsempészni az óvodai hétköznapokba, ilyenkor advent időszakban, hogy egy kicsit még oldottabbak legyenek a gyerekek, és egy kicsit fogékonyabbak erre az időszakban a tanultakra. A nagyvárosban ritkán látott állatok többféle módon is segítséget nyújtanak a gyermekek nevelésében. Azért most már a városban ezek kiszorultak, ezek a házi állatok is, de azért hál' Istennek a mi körzetünkben lévő gyerekek azért az elműszerés alapján ezen nagyon sokat járnak kirándulni állatkertbe, tehát azért felismerik az állatokat, tudják, hogy milyen hangokat adnak ki, illetve hogy mit esznek, tehát azért elég nagy ismeretanyaggal rendelkeznek. Annak ellenére, hogy azért a házi állatok, tehát a cica kutyán kívül azért otthon nem tapasztalnak más, de így mégis azért ismerik őket, hál' Istennek. Igyekszünk olyan állatokat így kérni ilyenkor, amit a Betlehembe is a kis Jézust lehelgették a jászolban, de azért itt egy kicsit a felhozatal egy kicsit azért bővül, mert azért alpakát is látunk. Viszont a tehénke az elmaradt, amit a gyerekek kicsit vártak, de azért jó, hogy így testközelben is megtapasztalják, hogy tényleg ezek mekkora állatok, milyen az érintésük, akkor kis előadást kapunk, hogy mit esznek, hogy élnek, hogy egy kis ismeretanyagbővítés is legyen. A kis kecskének adják Csabika?